csak összefugjuk fejünk, mi ketten mindent kibogozunk. Emily és Alexander tényleg ritka pár, és bárhová visz az utunk, ott sok-sok kaland vár. Ha üzennek a rokonok, vagy egy kuzin bajba jut, oly sok izgalmat élünk át, de aztán mindig van ki út. Patkány akad mindenütt, és folyton bajkedett, de mi összedugjuk fejünk, s egér úti kalandok. Hidegér az több mint egy, sőt pontosan egy pár, és bárhová visz az utunk, ott mindig kaland vár. Vadnyugati egerek. New York, Egyesült Államok. Köszönöm, hogy meghívtál tejára, Alexander. Én is élvezem a kalandokat, mint minden egér, de néha jól esik egy kis lazítás. Nagyon egyetértek veled, Emily. Beutaztuk már a fél világot, de nincs még egy olyan hely, mint a szülővárosom, New York. Ugyanis... New York a legcivilizáltabb város a Földön. Jihé! Cowboyok? Ez nem a vadnyugat? Jihé! Uh-huh! Valami bolondéria. Gyerünk! Mit keres egy cowboy New York Cityben? Ott a magyarázat! Cody Buffalo Bill vadnyugati sója a városban vendégszerepel. Nézd csak! Mint külön attrakció, Buffalo Bill érdemérme, amelyet maga az elnök adományozott neki, kiállításon megtekinthető. Ez a jó! Ez a jó! Vár a rodeó! Köszönöm szépen! A páratlan női rodeó sztár Annie Oakley! Tanúi lehetnek kemény lovas bemutatóknak is, valamint egy szenzáció számba menő eseménynek, az érdemérmem közszemlére tételének. Általában mi magunk keressük a kalandokat, de ezúttal a vadnyugat izgalmai mondhatni házhoz jöttek. Talán egy kicsit sok is az izgalomból. Félek, hogy ez a kutya túl komolyan veszi a rodeó attrakciót. Gyere, Alexander! Ja. Remélem, leráztuk ezt a rámenős kutyát. Jihihi! Ha, így né! Gúzsba kötöttem két másodperc alatt. Na, sínen, kutyuska! Á, szép jó napot, Emily és Alexander! Üdvözöllek a vadnyugaton! Emily, hugom! Mit csinálsz te itt? Csatlakoztam a vadnyugati showhoz. Úgy éreztem, itt a helyem. Olyan jól esik újra látni titeket, kedveskéi! Örülök, hogy ilyen jól értesz a kötéltrükkökhöz. Mit gondolsz, miért tanított meg Annie Oakley mindenre? Pörgetni, forgatni, tekerni, csavarni, amit senki nem tud utánozni, hogy igazi vadnyugati egér legyen belőle, aki megnyerte az egér rodeón az ezüst öpcsat díjat. Gyertek, kaubolyok, körbevezetlek benneteket! És mi van azzal a kutyával? Á, Wrangler nem méltó ellenfel az ilyen bátor rodeós egereknek. Az első, amit minden kaubolynak meg kell tanulnia, hogy becsülje önmagát, tiszteljen másokat és tudjon kalapot viselni. Mit szólsz hozzá, Alexander? Ki oltotta el a villanyt? Jaj! Jaj, vigyázz, merre mész! Itt tartjuk Brutust, a legzöldebb, legbőszebb rodeós kecskebékát. Én mindig szerettem volna vad kecskebékán lovagolni. Talán inkább mégsem. A bohóc mindig segít.
Álljon meg a menet, én nem vagyok bohóc! Akkor miért van rajtad ez a kalap? Alexander, légy óvatos! Viselkedj jól, kedves békuci! Elfelejtettem mondani, hogy van rodeó bohóckodás is, az még veszélyesebb, mint a kecskebék a lovaglás. De papa, ez nem igazságos. Ki mondta, hogy egy káboly élete igazságos? Mi értelme annyit tanulni, ha rodeó bohóc lesz valaki? Ne légy korlátolt, Rusty. Gondolod, hogy Buffalo Bill eljutott volna odáig, ahol most van, ha nem tanul rendesen? Azt hiszem nem. Na ugye, te is belátod. Légy szíves, mélyedj el a könyvedben, amíg vissza nem jövök. Fogadj szót, fiam, hogy büszke lehessek rád. Hé, Rusty! Szeretnélek valakinek bemutatni. Emily, Alexander, ő a barátom, Rusty. Örvendek a szerencsének, cowboy. Jó napot, asszonyom. Látom, gyakoroltad a kalaptrükköt, amit tanítottam neked. Természetesen, Annie. Ha majd elég sok trükköt tudok, én is rodeó bohóc leszek, mint a papám. Buffalo Bill bemutatja az érdemérmét. Gyerünk! Kaptam már sokféle elismerést hosszú pályám során, mint prémvadász, marhahajcsár, pónifogathajtó és lovasjárőr. A mai napon azért vagyok itt, hogy elmondjam, semmi sem tesz olyan büszkévé, mint legnagyobb kitüntetésem az érdemérem. Ez ékes bizonyíték annak, hogy én, Cody Buffalo Bill, valóban a legnagyobb cowboy vagyok, aki valaha élt. A fűszfán fütyülő rézangyalát. Valami csibész ellopta az érmet. Ez olyan egy pocsék, mocskos, aljas trükk, amilyet még sosem láttam. Akárki is tette, alattomosabb, mint egy sárgahasú csörgő kígyó. Esküszöm a nagy Custer tábornak emlékére, hogy a vadnyugati show mindaddig zárva marad, amíg elő nem kerül az érmem, és azt a mocskos egyedet, aki ellopta, bíróság elé nem állítják. Attól félek, Buffalo Bill elvesztette a bizalmát a kábolyokban. Csak nem hiszed azt, hogy egy káboly lopta el az érdemrendet, papa? Én nem hiszem. De mindaddig, amíg valaki le nem leplezi azt a hétpróbás gazembert, a Missouritól keletre minden káboly munkanélkül marad. Há? Minket is beleértve? Reméljük, erre nem kerül sor, fiam. Mindent meg kell tennünk, hogy megtaláljuk azt a gasztolvajt. Hová jut így a világ, ha egy kábolynak mindig résen kell lennie? Úgy néz ki, hogy nekem és a papának befellegzett. Most már soha nem lesz belőlem rodeó bohóc. Nem mondd le az álmaidról ilyen könnyen, fiatal barátom. Ha egyszer ottba van egy rejtély, azt meg is kell oldani, és erre senki sem alkalmasabb, mint Emily és Alexander. Rusty, te csak gyakorold a bohóc trükköket. Mi pedig megoldjuk a rejtélyt, hogy kilophatta el Buffalo Bill érdemérmét, és ez olyan biztos, mint hogy Annie Oakley eltalál egy 5 centest 50 lépésről. Remélem, sikerül. Találtál valami nyomot, Alexander? Sehol még egy halvány új lenyomatot sem, Emily. Bárki lopta is el Buffalo Bill érmét, az nem volt amatőr. És cowboy sem, az biztos. Juhé, juhé, ez jó hír! Nem, Annie, attól félek, hogy nem. Buffalo Bill érmét nem egy cowboy lopta el, hanem minden bizonnyal egy vadnyugati egér. Mi? Nézd! Egyértelműen egérbakancs nyomok. És nézzétek csak! Ezek a nyomok egyenesen a vadnyugati egér rodeóhoz vezetnek. Hoppá! A nyomok két irányba haladnak. Aki ellopta Buffalo Bill érmét, annak volt egy társa. Váljunk ketté! Én elindulok ezen a nyomon, ti pedig a másikon. Hamarosan ki fog derülni a disznóság. Hát ez jó! Emily és Alexander bedőlt a trükkömnek. Buffalo Bill medály helyett annyi büdös sajtot vehetek, amennyi egy életre elég lesz. Ha ezen a hamis nyomon haladnak, alaposan megkapják a magukét azok az ottok egerek. Tartsd nyitva jól a szemedet, Emily. Félek, hogy ez valami beugratás lesz. Valami gyanús, az biztos. A nyomokból ítélve annak a csempás gazfickónak két bal lába lehet. Ahhhh!
Látszik, itt véget érnek a nyomák. Táncoltál már népi táncot, Emily? Ajaj, sokszor. Séta előre, séta hátra, aztán meg körbe-körbe járva. Fel az egyik kéz, fel a másik. Kap fel a sarkad úgy, hogy porzik. És most futás, ez az! Ezekkel a lábnyomokkal, de nem tudok rájönni, hogy mi a csuda lehet. Hát ez meg mi? Csak tudnám, mitől származhatnak ezek az össze-vissza lábnyomok. Ó, nem! Segítség! Segítség! Háhó! Segítség! Most nincs idő bohóckodni, Alexander! A nyomok, amiket követtünk, az istállókhoz vezetnek. Gyerünk! Jaj! Valaki van bent, de nem ló, az biztos. Szemléljük meg közelebbről. Jó napot, barátaim! Rusty! Mit csinálsz te itt? Azt, amit tanácsoltatok, gyakorlom a mutatványt, és a lovak hálás közönségnek bizonyulnak. De Buffalo Bill még mindig paprikásabb, mint egy mexikói chili con carne. Nekem borzasztóan fog hiányozni a rodeo, ha úgy dönt, hogy bezárja. Ez nem következhet be, Rusty. Megtaláljuk azt, aki ellopta az érmet, akárhogyan is. Te csak gyakorolj nyugodtan, és ne feledd, az egerek forró nyomon vannak. Éljen! Azok az egerek soha nem jönnek rá, hogy nálam van a medál. Már rég elhúzom minden a csíkot, mire fény derül a torpisságra. Jó napot! He? Elárulnátok, hogyan csináltátok ezt? Elismertük a hamis farkadat. Kihallott olyan kábolyról, akinek két bal lába van. Mi a neved, idegen? Általában úgy ismernek engem, mint Montana Jacket, aki a környék legvagányabb patkánya. Nem láttalak én már téged valahol? Talán a körözési plakáton. Jó nyomolvasást! Nézd, Buffalo Bill érme. Montana Jack lopta el. Várjál, Emily! Egy ilyen mindenre elszánt gazember nem adja meg magát, ha lopással vádolod. Valami más módon kell visszaszereznünk az érmet. Hé, cowboy! Látom, különösen kedveled az ezüstöt. Mit szólnál, ha kihívnálak egy lovagló és kötélpörgető versenyre? Ha te nyersz, megkapod az ezüst övcsatomat. Ezüst övcsat? De ha én nyerek, megkapom azt a csinos kis érmet. Délben a karámnál, rendben? Húgom, ahogy kívánod, részemről áll az alkú. Nem bízom ebben a Montana Jackben. Különösen, ha Rusty jövője a tét. Verseny kihívása rendezni a vitás kérdést, ez a cowboy stílus. Wow! Montana Jacknek semmi esélye. Annie húgom mindenkin túl tesz bármikor. Erre bizonyíték az ezüst övcsa. Ennek az egérlánynak semmi esélye egy ilyen okos patkánnyal szemben, mint én. Én nem ijedek meg semmitől. Jó napot! Mi a baj? Utálom a bohócokat, mindenki csak megnevettetnek. Küld el innen! Elmed már! De jó! Na. Kezdjük a versengést! A frászba! Álljatok félre egy kicsit, és megmutatom, hogy kell ezt. Nem ér! A bohóc kibarított engem! Ugyan, Montana Jack? Ez nagyon gyenge kifogás.
Majd megmutatom én! Mit mondtam neked, Emily? Annie fogja megnyerni a versenyt, és már csak két menet van hátra. Semmi sem jöhet közbe. Csak nem képzelitek, hogy engem ilyen könnyen meg lehet verni. Most jön a java! Jihá! Brutus, elszabadul! Mégis az életed! Jaj! Valakinek meg kell állítani a Brutus, mielőtt minden tönkre tesz. Jól van! Remek volt! Remek! A legcifrább kötélmutatvány, amit valaha láttam. Ezzel megmentetted az egér rodeót. Én kificomítottam a bokám. Nem tudom tovább folytatni. Nem. Akkor most mihez kezdünk? Én egyáltalán nem értek ehhez. Azt mondtad, hogy mindig szerettél volna kecskebékálovagolni. Hát tessék, itt a nagy lehetőség. De akkor még nem ismertem Brutust. Jól van, békucsi. Legalább valami felfogta az esésedet. Köszönöm szépen. Na figyeljetek, megmutatom, hogy kell csinálni. Így nyertem! Kételen kelletlen, el kell ismernem, hogy Montana Jack a legjobb kecskebékalovas. Sajnálom, de azt hiszem, én nem cowboynak születtem. Mindent megtettél, amit tudtál, Alexander, és még hátra van a fogadhajtó verseny. Na, gyerünk! Csak azt nem értem, hogy a csodában tudott rajta maradni. Az enyves trükköm túl jól sikerül. Nos, a verseny jelenleg döntetlenre áll, tehát minden a fogadható versenyen múlik. Vigyázz! Kész! Rajt! Ez majdnem olyan, mint amikor felmennek kocsival a vásárba, csak sokkal szórakoztatóbb! Juhú! Gyerünk! Hajrá, kámbaj! Boldog vártázást! Nem merek oda nézni! Jaj! Lehet megállítani ezt a tizit! Itt vagyok a legnagyobb kalandor, amilyet még nem látott a világ! Semmi sem állíthat meg! Köszönöm szépen, hogy lerövidítetted az utat! Jaj! Megnyerte! Nagyon jól csináltad, Emily! Te jobban megérdemled, mint én, hogy ezt az övcsatot viseld. Ezennel átadom neked, mint tiszteletbeli Buffalo Girlnek. Majd én átveszem. A törvényeim szerint úgyis nekem járt. Adios, amigos! Meglóg ez a csirkefogó! Na, majd én teszek róla! Jaj, a farkam! Egy műfarok? Ez nem is cowboy, hanem az az elvetemült csonkavész, a leghírhettebb tolvajpatkány a világon. Sejthettem volna, hogy az ő mancsa van a dologban. Úgy néz ki, hogy ezúttal is megúszta szárazon. Nincs egyetlen olyan egész, aki el tudnak kapni egyet. Ilyen óriási bohócot még soha nem láttam! Micsoda aljasság! Szóljatok már rá! Jaj, ez nem fel! Segítség! Segítség! Yeah!
ezért megérdemled a jutalmat. Hol találtad meg az érmet, fiam? Rajta! Mondd el úgy, ahogy volt. Hát, egy hitvány patkánytól vettem el. Nem hagytam, hogy megszökjön vele. Egy városi bűnöző lehetett. Én biztos voltam benne, hogy nem cowboy követte el. Így van! Nem esett volt a cowboy becsületen, de rég dolog volt, fiam. És elismerésem jeléül szeretnélek méltón megjutalmazni. Mit szólnál hozzá, ha te lennél az új rodeobohóc Buffalo Bill vadnyugati sójában? Boldog lennék! Ihá! Lám, Rustynak sikerült visszanyerni Buffalo Bill bizalmát. A vadnyugati só újra megnyithatja kapuit. Jaj! Rusty ugyancsak nagy sikert aratott Buffalo Bill mellett, és teljesült a vágya, hogy a vadnyugati só sztárja lehessen. Tudod, Emily, én lemondtam arról, hogy cowboy legyek. Rájöttem, hogy a vadnyugat csak olyan vagányoknak való, amilyen Emmy. Erre hamarabb is rájöhettél volna, Alexander? Írta Erika Alexandr. Zene Lynn Joel. Rendezte Nadja Kozics. Magyar hangok: Kis Erika, Kassai Károly, Hámori Eszter, Molnár Levente, Csuha Lajos, Mikula Sándor, Lázár Sándor. Magyar szöveg Géci Vera, szerkesztő Kulics Ágnes, hangmérnök Schriffert László, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Lengyel László. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.